Nem hiszek, nem. De Péter, már be se lehet menni. Tudom, megbeszéltük. Köszönöm jó. Szépen. Jó. Nem, nincs valami aláírni való, hogy... Nincsen. Hogy nyissák ki a könyvtárat, a tépakolás. Nincs. Hát kellene pedig. Csalódott olvasó érkezik a félhomályba borult megyei könyvtárba Nyíregyházán. A központi épület november 1-én zárta be hivatalosan kapuit. Sokan azonban még nem értesültek erről. A városi közgyűlés október végén döntött többek között a központi könyvtár bezárásáról. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az energiaválság miatt ebben az épületben az éves távhődíj azonos hőmennyiség felhasználása mellett 13 millió forintról 125 millió forintra emelkedne. A kényszerű bezárás ellenére a szolgáltatásokat igyekeznek elérhetővé tenni a tagok számára. A Fiók könyvtárak személyesen is tudják fogadni az olvasóközönséget, a COVID alatt megszokott digitális kölcsönzés és előjegyzés pedig folyamatosan működik. A Vécsey utcai Fiók könyvtár, Kertvárosi, Orosi, Nyírszőlősi és a Sóstóhegyi Fiók könyvtárunk nyitva van, de a Borbányai könyvtárpontunk is, illetve az Orvosi szakkönyvtárban az olvasópontunk is várja a látogatóinkat. Megpróbáljuk megoldani ezt a helyzetet hasonlóan a COVID-hoz, illetve azóta már fejlődtünk, fejlesztettünk, van a központi épületünk előtt egy könyvkölcsönző automatánk. Ez lehetőséget biztosít a könyv kölcsönzésére és a könyvek visszahozatalára is, úgyhogy ebben nyugodtan kérjék a segítséget azok is, akik nem tudják használni, mert segítünk online, telefonon, e-mailben lehet kérni könyveket, működik a COVID alatt bevezetett szolgáltatás, a félretétel, online beiratkozás, tehát a digitális szolgáltatásainkat igénybe tudjuk venni, és hát a Fiók könyvtárunk teljesen nyitva áll, és lehet látogatni és kölcsönözni. Igyekszünk kölcsönözhetővé tenni az itt lévő valamennyi állományt. A könyv feldolgozás, az új könyvek vásárlása folyamatos, már a jövő évi könyvközbeszerzést is elindítottuk, tehát új könyvek folyamatosan fognak majd érkezni, amit a kollégák folyamatosan feldolgoznak, és az olvasók rendelkezésére tudjuk bocsátani. Online foglalás esetén a könyvtár munkatársai igyekeznek a lehető legrövidebb idő alatt az olvasó rendelkezésére bocsájtani az adott könyvet. Volt, aki egy órán belül már a külső könyv automatában átvehette az interneten kért olvasmányt. A főépületben temperáló fűtés mellett folytatják a munkát a szakemberek, a munkatársak átcsoportosítására azonban szükség van ebben az átmeneti időszakban. Mindent megteszünk a körülmények ellenére, hogy a körülményekhez képest kollégák dolgoznak, illetve vannak munkakörök, ahol a otthoni munkavégzés is lehetséges, ilyen a könyvfeldolgozás, a helyismereti adatbázisban való rögzítés, rekordok javítása, sajtó, figyelés, ezeket lehet otthonról is végezni. Fontos, hogy a megyei könyvtár szolgáltatásai közül a könyvkötészet továbbra is zavartalanul működik. A diplomamunkák, szakdolgozatok, egyéb könyvek, kiadványok rendelését online fogadják a szakemberek. A megyei könyvtár főépülete december végéig biztosan nem nyitja meg kapuit. A bezárás esetleges meghosszabbításáról novemberben dönt majd a városi közgyűlés.